Jó napot! Mit őrizzünk meg és mit haladjunk meg a múlt értékeiből? Mi az, amit meg kell változtatni ahhoz, hogy szabadságban is emelt fővel élhessünk? Pár kérdés, melyeket boncolgat Oszrovszky Vihar című drámája. Hogy lehetne a kedvébe járni, mikor mindenre csak káromkodni tudom? Premierre készül a Vörös Marti Színház. Való Péter rendezésében pénteken mutatja be a Fehérvári Teátrum az orosz realista drámairodalom egyik kiemelkedő alakjának, Alekszandr Nikolajevics Oszrovszkynak Vihar című drámáját. A szerző saját korának problémáit írta le művében, ám ezek a problémák ma is érvényesek. Persze, lesz még elég időt gondolkodni is. A Viharban Katyerina szerepében a Kaposvári Egyetemen most negyedéves Tolnai Hellát láthatja a közönség, aki itt Fehérváron készül eddigi pályafutásának egyik legnagyobb szerepére. Nagyon jól érzem magam ebben a társaságban, ezek között, a színészek között. Tulajdonképpen mindenkinek vannak ilyen segítő szándékú hozzászólásai, hogyha valamit lát, hogy ott esetleg mond valamit, akkor az így hasznos lehet. Tehát, hogy nagyon sok segítséget kapok mindenkitől, a Pétertől is, meg a színészektől is, úgyhogy teljesen jó. A fiatalány olyan nagyságokkal játszhat egy színpadon együtt, mint a Kossuth és Jászai Mari díjas Almási Éva. Legalább arra gondolhatnának, hogy egy anyának mennyi fájdalmunk kell átmenni a gyermeke miatt. Mint a darab rendezője mondja, eseménydús, jó hangulatú próbaidőszakon vannak túl. A fiatal végzős főiskolás szereplőknek volt talán a legtöbb dolguk az elmúlt időszakban. Ezek nagyon nagy kihívások, ezek a szerepek, tehát sok rétege van, nagyon bonyolult, nagyon komplikált, nagyon körbejárható alakok, és hát ők harcolnak meg azért azt látni. A premiér március 2-án pénteken lesz. Való Péter azt ígéri, az 1859-es dráma szerencsés esetben minden porcikájában a ma nézőjéhez szól, a történet pedig garantáltan hat majd mindenkire.